A megszokott helyszínen a Bessenyei Gimnázium dísztermében tartotta csütörtök este hagyományos szurkoló jankítját a kisvárdai futballcsapat. Újdonság volt viszont az, hogy a klub történetében először az NB1-es rajtaelőt ismerhették meg az új játékosokat, és hallgathatták meg a terveket a Várda szimpatizánsai. A felgyújtás kiharcoló csapatból 10 játékos távozott, helyükre 10 érkeztek valamennyien külföldről. Felipe Ventura, Mihály Minca, Pavlo Lukjancsuk, Temur Pászvania, Teodoros Berrios, Román Karasjuk, Anderson Pico, Sassa, Vuk Mitosevic és Anton Schneider át is vette a mezét a csapatkapitány Lukasztól. Az NB1-ben egyszerre 10 légiós szerepelhet a pályán, közülük 5 lehet az Európai Unión kívüli ország állampolgára. A játékos keret értékét tekintve a Kisvárda 4. az NB1-es mezőnyben, a szerepléssel szembeni elvárások azonban ennél szerényebbek. Véleményem szerint a 8. hely az nem irreális elvárás. A támadósorban, ha sikerülne még vagy a sérültjeinek, a Horváth Zolinak, illetve a Szaszának, aki még gyengébb, jó állapotba kerülni, meg a Goszinak, akkor meg lenne a megfelelő variációs lehetőség, akkor talán nagyobb az esélyünk, de most is meg vagyunk, én bízom benne, hogy nem a kiesés veszélye fog minket végig fenyegetni, ha bár mint tavaly is látjuk 6-8 csapat ott volt azon a határon, amely egyik fordulóra, másikra akár pozíciót és cserét és a kieső helyre kerülhetett. Ugye nem is az élcsapatok közé, mert azért az első kettő, első három talán az játékos állomány tekintetében kilóg. Ugyanakkor itt nem csak az a lényeg, hogy most bennmaradunk, vagy középmezőnybe helyezkedünk el, természetesen a hosszú távú célok miatt ez nagyon fontos, hanem hogy egy olyan brandet, egy olyan klubot tudjunk majd létrehozni, amit már eddig is helyek közel sikerült, ami tartósan a magyar futball térképére helyezheti a Kisvárát. A csapatkapitány Lukás szerint kell még némi idő ahhoz, hogy a több futballkultúrából érkezett játékosokból összeérjen egy ütőképes együttes. Nagyon sok változás volt a keretben, 10 játékos távozott, a már 10 új játékos jött. Sokkal jöttek külföldről, akik nem beszélnek még a magyar nyelv teljesen, még nyilván idő még kell összeszokunk egymásig, de jó úton haladunk, úgy gondolom. A bajnoki rajton a Kisvárda címvédő Molvidi FC ellen lép pályára a felcsúti stadionban. Kondás Elemér vezetőedző szerint nem lesz könnyű dolguk, de szeretnék már az első meccsen letenni a névjegyüket az élvonalban. Győzelemmel lennék elégedett abszolút, de nyilván ezt tudjuk, hogy nagyon nehéz, és ugye 4 olyan csapattal játszunk, aki most nemzetközi kupában játszik, tehát tavaly ők voltak az első 4 helyezett, és az egy kicsit nehezít is a dolgunkat, hogy azért majdnem mindenik mérkőzést idegenbe játsszuk. De azt gondolom, hogy a pályán nekünk meg kell próbálni olyan fegyelmezetten egy olyan teljesítmény nyújtani, amelyikkel sikeresek tudunk lenni. Nyilván ha fontos az is, hogy a csapat hogy játszik, de elsősorban én azt gondolom, hogy a játék mellett az eredményesség az a legfontosabb. A forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Debrecen, Budapest Honvéd Szombathely, Mezőkövesd Paks, Ferencváros Diósgyőr és Újpest MTK Budapest.